Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Egy vita bontakozott ki az interneten, nem is olyan régen egyébként. Fura, hogy emberek miről tudnak kommentelni. De a dolog érdekes, ez egy baba-mama oldalon történt. Jó tanácsok anyukáknak. Jó tanács, igen, egyenes penótot, vagy felfújja a spenótot. Nem, a baba-mama oldalon egy patikában történt az eset, miszerint egy kisfiú összecsinálta magát a patikában. Hát ezzel még ugye egyébként semmi nincsen. Extra. Nincsen nagyon semmi. És a patikus nő állítólagosan nem engedte be a gyereket a mosdóba. Még az összecsinálás előtt? Az összecsinálás előtt, amikor is a szülő jelezte, hogy szeretne bemenni a mosdóba, és a patikus nő nem engedte be. Ugye 4 éves volt a kisgyerek, az édesanyja betért a patikába, és épp sorra kerültek, amikor a fiúcska szólt, hogy WC-re kell mennie. És mondta a nő, hogy a közelben laknak, de hazai már nem volt idejük menni, ezért az édesanyja állítólagosan megkérdezte, hogy van-e WC, amit a gyerek esetleg használhatna. És volt WC, de bent volt ugye a pénztár mögött. Tehát ilyen személyzeti WC. Tehát ilyen személyzeti WC. Nem a vendégeknek van. Nem engedte be ez a gonosz patikus néni a gyermeket a WC-be, aki fogta magát, és azt mondta, ja, nem engedsz be. Na, akkor ezt akkor takarítsatok. Neked a könyv! És akkor felvigszol a metlahit. És hát ezen a baba-mama oldalon, most, hogy mit csináltam ott, az mindegy. Ne is kérdezzétek, hogy kerülök ilyen át ilyen baba-mama oldalak. Szereted ezeket a oldalak. Nézel, új emlőszívót akartál vásárolni privát használatra. Remerült a régi oldal, vagy a régi, igen, emlőszívó. Gyerekek, ölik egymást az emberek, hogy igaza van-e a patikus néninek, hogy nem mehetett be WC-re, vagy nincs igaza. Nem azon gondolkoztam, hogy igaza van-e, vagy nem, hanem azon gondolkoztam, hogy kinek van ereje ilyen felháborodott hangvételben erről egyébként hosszú órákon keresztül 15-ször is beírni különböző nickném alatt. Gyerekek, ölték egymást. Hogy a gonosz patikus néni, vagy a gonosz mama, vagy a beépített gyerek, ilyen teóriák. A beépített gyerek, igen. Aki ugye, hát tulajdonképpen azért ment be a patikába, hogy a mamával együtt kirabolják a patikát. Mert hogy amíg a gyerek kaksizik, addig mama pakol. És egészen idáig fajult a vita, hogy biztos, jól tette a patikus néni, hogy nem engedte be őket, mert hogy biztos, hogy a néni rabló volt. Aha. És a gyerek egy beépített összekakilást mutatott be. Na jó, de hát... Műösszekakilást, mert hogy szerettek volna kassza mögé jutni. És erről hosszasan értekeztek. Na de hát utána ugye beváltotta a fenyegetését, megtörtént a dolog, amit a mama prognosztizált, tehát hogy bekakilt a gyerek, nem? Hát de tehát, mennyire hogy... profi, hogy ez nem, egy, nem csak előadják, hogy kakilni ha, kell, hanem, ha már hanem nem tudunk, tényleg ha nem tudunk benneteket kirabolni, akkor vizik, nyomjad, akkor is, ha nem kell. Hát akkor ezek szerint a gyereknek tényleg kellett. Vagy csak akkor rabolnak, amikor kell a gyereknek. Mi tehát van? Ennyire profik. Mi van, ha... Kell meg, ha kilalad, menjünk be itt egy gyógyszert. Mi van, ha úgy mentek be, igen? Vagy nem ennyire lehet. Felkészült. Hogy ők ennyire, hogy már ennyire... Profik. Igen. Ennyire profik voltak? Sőt, még egy kis hashajtót is beadott. Persze. A CD5 másodpercemben meg sem is időm magát. Ez volt az új küldetés. De én nem értem, hogy ezen emberek mit tudnak vitatkozni. Hogy mit? Hát van egy csomó kérdés benne. Egyrészt ott van az alap. Ha nem veszük ezt a rablós sztorit, igen, akkor ott az alap, hogy a patikus helyesen járt-e el. Beengedheti-e a személyzeti WC-re egy patikában az ott éppen szükségét végző gyereket? Uh-huh. A. B. Neki van igaza, vagy, vagy nincs igaza? Vagy Zsé. Érted? Zsé igaza van, vagy nincs igaza. Bemehet, vagy nem, mert ez az egyik. A másik pedig, amit te mondtál, hogy lehet, hogy ők egy bűn szövetkezett. Figyelj. Egy bűn banda az anya és a gyereke, érted? A híres patikus rabló. Patikus rabló. Igen. Kaki és Clyde. Kaki és Clyde, a nagy patika rabló. Figyelj. Jól tette, hogy nem engedte be. Szerintem. Ha egyedül volt a hölgy, a gyógyszerész hölgy, vagy a patikus hölgy, mindegy, akkor jól tette, hogy nem engedte be őket. Mert hogyha egyedül vagy, és hátraengedsz valakit, akit életedben először látsz, adott esetben, ott azért bármi történik. Ne felejtsük el, hogy ez az ő felelőssége. Há, hogy? Mert hogy ha ott ő, akkor egyedül, ha mondjuk benn volt valamelyik kolléganője, vagy kollégája, és mondjuk hátul oda tudott volna figyelni erre az anyukára, meg a kisfiára, nem lehet tudni soha. Tehát nem egy olyan világban élünk, hogy bárkit bármikor beengedjél a munkahelyedre egyrészt, a lakásodra egyrészt, stb. Hogyha egyedül volt, akkor én megértem. Ha ketten voltak, akkor már véleményes a dolog. De ha egyedül volt, akkor is mi egy gyerek, aki 2 perc.
azt mondod a sorbálóknak, hogy elnézést. Figyelj, ha csak egy mobiltelefont kapnak föl bent az irodában. De nem kap föl, hát hátra megy vele. És akkor meg kint meg a... Hogy addig bezárja az ajtót. Jó, de akkor meg a izék lopja, hirtel a vevők lopják szét, aztán nem sűrsz. De miért nem végzett tesztet a kisgyereken? Már hogy? Hát, hogy mennyire kell kakilni a kisgyereknek? Azt látod egy kisgyereke, ha szűköl. Hát, de látod, hogy nagyon kellett. Hát na, kincsem! Egy kis hintőport a gumikesztyű alá, és hát, már is vizsgálatot végzünk. Most én nem tudom, hát azért ott van egy gyerek, aki nagyon szűköl. Nem biztos, hogy arra gondolnék, hogy rablók. Illetve tágul. Tehát lehet, hogy igen. Ja, szűköl. Azt hiszem, hogy szűkül. Hogy fel se tudja, azért lehet, gyereket azért lehet, hogy be lehet engedni. És egy felnőtt bejön környedve, az nekem... Nem tudom, hogy nézett ki ez a gyerek. Hát iszonyatosan guvadtak már a szemei valószínűleg. Érted, vagy lehet, de mi van úgy nézett ki a gyerek, mint a Bud Spencer abban a film, amikor ugye egy... Ben volt egy ízében, egy babakocsiba. Hogy egy felnőtt feküdt a babakocsiba? Igen, kakilni kell a kicsinek, Jézusom. Mert egy felnőtt bejön egy patikába, hogy szeretné használni a személyzeti vécét, alapból nem engedem be. Egyedül vagyok, nő vagyok, bent van a kasszában 150 ezer forint. A vécé az ugye be kell kikenyitni a pultot, be kell engedni, mert nincs a patikában külön vécé. Nem engedem be. De most bejön egy anyuka, hogy... És egyedül vagyunk, ez egy éjjel-nappali patika, mondjuk, hogy ügyeletes patika, ott éjszaka bejön egy anyuka a gyerekkel, hogy szeretne bemenni a kassza mögé a vécébe. Hát lehet, hogy én végignézem, hogy az a gyerek betolik. Nem, mert valószínűleg nem, mert ott vagyok 40 kilós nőként, én nem engedem be. De most az anyukától félsz, vagy a gyerektől? Vagy a kakitól? Nem, hát mi van, ha ezek beépített kaki ügynökök? jönnek, csomagot? A gyerek megtanult időre kakilni, érted? A mama pedig időre megtanult izé kasszát rabolni. Kaki üzemód indul, odaszóltak is, izé benőkének, csinált egy ilyet, elindult, és elindult a nagy rablás, érted? Hát ez... Jól tette a patikus, hogy elengedte be. Nem, akkor miért nem ad egy ízét, egy ilyen WC-t, mobil WC-t? Mert nincs minden patikában mobil WC. De ez a kicsi, az a tudod összehajthatós gyereknek, eldobható, pottyantós. Aha, hát látok már ilyen. Ilyet, az létezik, azt lehet patikában vagy kapni. Vagy legalább egy papírzacskót, vagy legalább a tenyeré. Ez úgy történt, hogy ott a patikában történt még, aha, hogy a kisfiú szegényként ott bekakít? Én nem megyek sehova, anya. De szerintem inkább az ilyen bosszú kaki lehetett. De már miért hát én ismerem bosszú? Ezt a típust, rajtunk is egyszer így bosszút álltak, amikor nem engedtétek be valakit az utcára a vécétekre. Egy fűnyírás nem akartunk kifizetni, volt ott az utcára egy nagyon kedves ember, aki sokáig nyírta a füvet, hogy volt egy ilyen pici kis telkünk, és egyszer úgy nyírta le a füvet, hogy bemászott, de nem kértük meg. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, hogyha megkérjük, hogy vágd le a füvet, akkor oké, minden rendben van, de hogyha nem szólunk, akkor nem kell neked bemászni a kerítésen és levágni a füvet, és utána ezért pénzt kérni, mert érted. De ki jött be az utcára valaki? Nem, ő, ez az ember, aki rendszeresen vágta nálunk a füvet. És azt csinálta, hogy mivel ezt nem akartam neki kifizetni, bosszút állt, bosszút állt a kapu előtt. Érted? Az aszfalton. Igen. Egy jó nagy bosszú. Oda gittel. Hát egy nagyon nagy bosszú volt. Atya Isten. Elég nagy bosszút állt. Kikérted a kamerát? Kamerás képeket felvételek. Nem, mert nem volt. Térfigyelő kamerát? Nem, sajnos nem volt nagy látószögünk. Ez pedig kellett. Akkora volt. Na de várjál, tehát ő úgy csinálta, hogy gyorsan levágta a füvet, hogy utána el tudja kérni a pénzt. Így van, bemászott a kerítésen, levágta. Három nappal ezelőtt már levágtad, nem kell három naponta levágni. Már levágtam, most már fizest ki. És mondtad neki, hogy azt nem. Meg tudod, kimész a telekre, és azt mondja neked valaki, hogy figyelj, levágtam a füvet, és hogy fizess ki. Tehát mondom, nincs levágat, látom, hogy az... Ja, de azóta megnőtt. És volt rá magyarázat, látod? És tudod, és akkor mondtam, okos. Hogy na jó, hát tudod, itt nézzél hülyének. Igen, akkor bosszút állt. És tényleg bosszút állt. És szóval én azt gondolom, hogy itt is a gyógyszertárban is ez lehetett. Hát, hogy az egy bosszú pakolás volt ott. Igen, a kis Arnoldka azt mondta, hogy jó, ma már nem hagyjuk kirabolni a patikát. Sok pénz van egy patikában, megéri kirabolni. Akkor miért nem valami olyan helyre mentek, ami azért többet fizet? Miért patikában? Hát akkor bemegyek egy éjjel-nappali közén, hogy valahogy a patikában, mondjuk egy ügyeletes patikában sok pénz van, nem? Hát meg valott egy csomó olyan dolog, amit szerintem így össze lehet így cuccolni. Mit csinál? Viszi három béres csöppet? Hát én ölni tudnék a rinospréjét. Viszi három vita kolánt, és eladsz utána három vita kolánt, hogy mit csinálsz? Jelzed még a most T-vitaminok. Nem lehet, hogy ez a gyerek bosszúja a múlt héten kapott végbél kúpért. Lehet, hogy a gyerek, mert már egy ilyen pavlovi reflex van, nem? Hogy meglátja, hogy bemennek patikába, és abban a pillanatban tudja, hogy itt valami szörnyű dolog történik. Szerintem itt nem olyan zsákmány, hanem az, hogy bármit. Hát, hogyha úgy benyitnak hozzád, és végigpróbálgatják mondjuk a kertkapukat végig egy kertvárosi utcán, hogy hol van nyitva, csak azért, hogy bemenjenek, aztán a teraszról mondjuk összeszedjék a száradó ruhát, akkor ez simán benne van a pakliban. Egyébként én nem szeretem azt, aki vécér így. Közben én ezen gondolkozom, hogy... Szóval, na, hogyha... ugye?
Ha neked van, neki is legyen. Nem úgy értem, például éttermekben, tehát nagyon sokan kinéznek, ugye, ha te bemész az utcáról. Ez például baj. Hogyha bejössz egy pisire, vagy igen. Egy... Hát figyelj, ha nem fogyaszt, akkor... Akkor ne használja? Hát akkor ez egy ilyen ki nem mondott szabály? Igen? Magyarországon nem nagyon szeretik, külföldön szerintem egy kicsit megértőbbek ezzel. Ha például turista vagy és mész a városban, Magyarországon például nincs WC. Sehol, gyerekeket sehol. Hát nincsenek nyilvános WC-k, sehol nincsen. De azt mondják, hogy akkor vegyél egy vizet vagy egy kávét, tehát az egész napod azzal megy, hogy valahol iszol azért, hogy ugyanott kicsi lesz is. És iszol egy kávét, és akkor még nagyobb is a baj. És akkor hogy bemész előre, kikéred, addig elmész, igen, mire kijössz, megiszol. És akkor iszol egy vizet? Elnézést, legalább rendeljem valamit. Jó, akkor a vegyes keretet kérnék szépen egy rántott bordát. Igen, ez egy kávé, egy üdítő. Igen, utána valami lesz egy somló. Jó, mindjárt jövök, bocsánat, használtam a vécét. És soha többet nem jössz. És kimászol, kimászol hátul. Na mindegy. Végülis Patikát most raboltak, hétvégén nem raboltak. Akkor ők valószínűleg nem rablók voltak, de ebbe se jutottak a kassza mögé. Jó. A hülye miért nem ékszerboltba ment, kérdezi? Nem. Valaki. Hát ott azért összekapkodsz valami. Igen. A nagy kakirablás. Igen. Pelenka. Boncski és pelenka. Jé. Az Bonnie és Clyde. Ide nekünk valaki. Köszönjük szépen. Morning Show. Tegnap egy ilyen kollektív tudati összekapcsolódás történt az országban, amivel te nem fog tudni azonosulni, Balázs, de egy picit próbálom neked úgy felvezetni, hogy te is érezd. No. Hogy te is átérezd, hogy mi történt tegnap este 11-kor elkészültem, kis témámmal levázlatoztam, miről fogok ma beszélni, és ekkor pont készültem aludni, rájöttem, hogy idővel le fogok feküdni, és ekkor beütött a baj. Az egyetlen dolog, amit hogyha meglátok, akkor mindig muszáj végignéznem. Ide utálom. Hú. Csak egy picit hadd szólaljanak meg. Várj, figyelj, ez már végeztél. És... Úristen, a világból ki lehet üldözni. Nézd meg, mindenki táncol. Kevés film van, amit nem bírok végignézni. Én nagyon szeretem, de ez rettenetes ez a szám. Több rettenetes szám van, mert szerintem... Sikjön a jó, figyeld. Bugi. Atyaisten. A legutóbb ezt egy autós moziban láttam együtt. De stílusos. Annyira szenvedtem, sose vártam még ennyire autós mozinak a végét. Papa. Nem jó? Jó. Én utálom. Figyeljetek, mekkora boldogság. Elindult a film, vagy valahogy az egyharmadánál kapcsolódtam be, nagyon rossz szinkronnal, tehát ilyen semmi, milliószor láttam már DVD-n, de hogy ez, add fel ez a nagy rész. Szörny. Kríz. Én nem bírom végig, nem bírok belenézni. Tehát meglátom, hogy ugrabugrálnak azokkal a hajak. Én nem szeretem. Tehát kevés film van, meg ki lehet üldözni a világból, ez az egyik. Mert figyelj, de konkrétan elkezdtem nézni, és figyelj, nem lehet letenni. Tehát egy olyan klasszikus, hogy konkrétan ott egy ország összefogott, egy ország együtt nézte, és állítólag azt már nem bírtam kivel, 2:30-kor még egyszer megismételték. Tehát ha abba belekezdek, akkor én ide úgy jövök, hogy nem aludtam. Képes itt kétszer egymás után megnézni a Grease-t. A Grease-t? Gyerekkoromban volt, egy nap megnéztem négyszer. Te Danny Zuko. Mert én vagyok az újkori Danny Zuko, érted? Az a legnagyobb jelenet, amikor oda megy a csaja izéhez, a John Travoltához, és tudod, bemondja neki, hogy Danny, és tudod, erre srác lazán visszadobja, ez a nevem, ne koptasd el. De akkor jó volt, de persze fiatalon, de most már megnézni, én nem bírom. Mondja, hogy Tibi. Tibi. Ez a nevem, ne koptasd el. Úristen. Így van! Ugyan, nem érzem. Ehhez mi már túl kiégettek vagyunk. Neked már megvan a kedv, Feri. Úristen. Mindenki együtt. Jöhet a szerda. Na jó. Mi a téma? Hoztál valamit? Remélem, hogy... Megmondom őszintén, hogy ezért nem lassan, a... Lassan, már fél tíz. Nagyon. Jó, nem mondd meg, neked nincs ilyen, amit milliószor láttál mondjuk DVD-n vagy Blu-ray-en, de hogyha TV-be adják, akkor muszáj vagy megnézni. Tehát Kovinak a hótehénké. A Rokko újra kőkemény. Rokko Sziféri. Igen. Rokko Casting 26. A soha nem mondj nemet. Soha nem mondj nemet Rokkónak. Az bármikor. De ilyen például nekem a Star Wars is, hogy... Azt például igen. Hiába van meg DVD-n, hiába van bármi, amikor a tévébe adják, ugyanígy. Akkor ő a talált pénz, nem? Nekem a visszajövőbe ugyanez. Bár 1-2-3 visszajövő, vagy nyugat, vagy az alternatív 1980-ot, vagy az 1955, bármikor visszajövőbe nem bírok fölállni.
Láttad DVD milliószor, persze, megvan, bármikor betehetnéd, de tévébe talált pénz. Az összeset, igen, tévébe talált pénz, az összes dumát tudod kívülről, mindegyiket mondod, ott van, azt végig kell nézni. Meg van egy-két jó film vannak is egyébként, ilyenek, igen. Vannak ilyenek. Én a Predatorba bármikor, hogyha beleakadok, akkor azt biztos, hogy végignézem. Az Alien filmek is egyébként ilyenek. Sárkány közbelé Bruce Lee-től. Bármikor végig tudom nézni, imádom. Úgyhogy van egy például tenger alatt járó. Bármikor, bárhol meglátom, leülök és nézem. Vadászat a Vörös Októberre, óriási. Hajjaj. Óriási. Ezek zseniális filmek. A vadászbútot mondom. Igen. De egyébként a vadászat a Vörös Októberben nem lehet vontatott hangradar? Ilyen közel a hajócs van. Egyetlen pendítés. Vasszíri. Egyetlen pendítés. Óriási, persze. Hát ezek jó filmek. De Grease, hát ez nem, az egy kelés a filmtörténet testén. Egy gennyes kelés. Egy szörnyű gicsparádé. Na utoljára mindenki az utakon, hogy? Úristen. Na, mondd a témát, mert tényleg elhányom magam. Na, na jó. Hidd el, nincs ebbe ennyi. Figyú, megmondom őszintén, hogy nem igazából a kollektív összekapcsolódás és a Grease az, ami marad. Az a baj, kicsőrödött, hogy Olivia Newton-John és John Travolta nem csinál mostanában közös filmeket a Rocky Billy korszakról. A Grease 2. Nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Tényleg nincs ebben. Szólok, hidd nekem. Lementünk nyaralni, volt a családnak, illetve pontosabban Nagyiméknak volt nyaralója Kunfehértón, és ott már ugye az egész utca a szépen lassan ugye kiöregedett, és mindenki elkezdte kiadogatni a nyaralóit, tehát már sehol nem az lakik benne, aki tényleg építette. És gyakorlatilag csak olyan emberek, szerintem mi vagyunk az egyetlen, aki ilyen eredeti tulaj, és gyakorlatilag csak ilyen albérlőkkel, meg ilyen nyaraló, ilyen lázadó pubertás hordákkal tudsz már egy együtt nyaralni Kunfehérton. És konkrétan volt egy szituáció, hát milliószor gyakorlatilag nem lehetne pihenni, mert ilyen két napokat töltenek lenni, ilyen 8-10 fős ilyen hordák lejönnek ott rabolni, és ők konkrétan úgy nyaralnak, hogyha hajnali 4-5-ig nem szól teli gázon az Avicii, akkor nem buli a buli. Tehát, hogy ők úgy egy van... Jó Avicii, hát az... egy jó Avicii, és konkrétan az van, hogy nem lehet megmaradni. Tehát, hogy megillett a költöző madarak után a költöző halak fogalma. Tehát, hogy ilyen kis hátizsákkal így mennek át más folyómedrekbe, meg nem tudom. Tehát olyan hangerővel megy a bulizás, tehát ugye ő két napig van ott, őt nem érdekli. Tehát nem akar jó szomszédi viszonyt ápolni. Akkor is szólna nagy hangerő, hogyha mondjuk Kassa Tibit hallgatnának? Te hülye vagy, átmennék, etetném, itatnám őket egész héten. Mindenki a vendége. Hallottátok. De hogy tényleg egyébként most nem akarom elviccelni, tényleg elviselhetetlen szinten, tehát tényleg az, hogy nem tudsz pihenni az egész utca zeng a dologtól. Nem lehet, hogy nem fiatalok, hanem azok az idősek, akikkel annak idején te is csepelettél kiskorodban, csak a hallásuk már némiképp megromlott, így az évek során. És a halvány őszi rózsát akarták valójában hallgatni, csak az Avicii-re bögtek rá a Deezeren, igen, nyilván. De és próbáltam ebbe egy legális megoldást, de nem az, hogy átmész és fölgyújtod a hifi tornyát, hanem akkor nézzük, a bátyám fölhívta helyi rendőrséget, hogy bejelenteni, hogy így öröt körül vannak olyan jellegű távlati terveink, hogy lefeküdnénk aludni, hogyha úgy van így a nyaraló területen. A rendőrség végighallgatta szépen, hogy a bátyám elmondja, hogy hát ez van, az van, majd igazából csak annyit hallottunk, az volt a válasz, hogy ti, és fogták. Letették a telefon. Halálos lazassággal. Tehát, hogy Józsi, tegyed, nyom már rá, hagyjad már, majd mindjárt megnyugszanak. Majd mindjárt megnyugszanak. Most csak ezzel kapcsolatban csak annyi a problémám, hogy ehhez képest te fogod magad, két-három ilyen ketrecharcos visszavonult haverod átmész, és nagyon beletenyerelted őket az aszfaltba, hogy elfelejtsék, hogy valaha hallottak Avicii-t, akkor viszont ne fék jönnek. Tehát, hogyha átmész... Mert az már erőszak, de ez meg egy üdülő terület, ahol mindenki üdül. Pihenget, valaki Avicii-vel pihen. De azért az megvan, Tibi, hogy ez már végérvényesen a B oldal, hogyha már feljelentétek a bulizó fiatalokat a rendőrséget. Hogy régen ott nyomtuk mi is velük, és most már azon oldalon vagyunk, ahol éjjel körül megszenderednél egy kicsit, és szava,
zavar, hogy hangosan bulizek, nem tudok aludni. A rohadt életben miért nem halkítják? És tényleg így van. Az. Tényleg így van. Ez a B oldal. Ez erősen a B oldal. Azt én hozzáteszem, hogy ez igaz. Tehát, hogy igen, hogy ilyenkor fiatalon azt mondanád mit, hogy átmész egy üveg italral, és én is. Átmész egy üveg italral, és én is itt vagyok. Vagy nem mész át, mert nálad is ott vannak a haverjaid, 22 évesek vagytok, masszívan csajoztok, bulisztok, és rohadtul nem zavar, hogy mi van a szomszédban, mert a saját buliddal vagy elfoglalva. Ehhez mit csinálnál? Már aludnál. Megölted az összes szúnyogot a párnával, bekapcsoltad a kis infralámpát, hogy este ki tudja menni pisilni a sötétbe, hogy a kis konnektorokba berúgtad a jelzőfényeket, és tehát aztán azt mondod, aludnál, és buliznál. Régen eszedbe nem jutott, hogy intézkedjél. Mondjuk nálunk intézkedett apám. Tehát mondjuk a rendőröket kihívni, az már nekem az, nem hívni. Nem, reggel 5-kor. Nem hívnám ki őket. Hagyjad, mert elszedeskedj. Nem hívnám ki őket. Nekem az egy elvi kérdés. Ha a gyerek sír, ott van mondjuk telen, vagy mondjuk nyaralsz. Ne, ez a gyereket tolom magam előtt. A gyerek alatt a Gábort érted? A gyerek úgy alszik, hogy a gyerek 9-kor se ébredt föl reggel. Igen, de nyilván nálatok más, ahol mert te általában a privát szigeteken nyaralsz, ahol igazából csak a környező benszülött törzsek tudnak átjönni ajándékkókuszdióval. Rendőrt hívni az nagyon nyuggeres, az már nagyon papás. De mit csinálj? Elnézést, a szomszédunkban van egy huligán társaság, jöjjenek ki, és vessenek véget ennek a nem szörnyű ricsajnak, ennek a szörnyű rendbontásnak, jó. Nem áll? Már adhatod is az alternatívákat, csak azért csupa fül vagyok. Tehát ott semmit. Van egy csapat. Na, van egy bebukott éjszakán. Egy bebukott éjszakán. Lángokban áll a szomszéd. A nádas rágyújtották a kócsagokra. Gyerekek, rendőrt hívni az papper. Jó, tehát az nagyon papper. Segíthetsz, tehát itt, és már jöhet is az alternatív. Belakok egy jó 1006-os filmet. 1006-os hifi odafordít. Berassz egy jó filmet, és a Vugranak a fürgelók a lábak főcímzené elnyomja majd az Avanchit. Nem, hát fölhúzom arról. Nem, rendőrt nem hívok. Tehát rendőrt akkor hívok, ha éppen mit tudom, fél literes vodkás üvegeket dobálnak a kertembe. Na, de ez köcsög, láttuk a műsorolat, megdugunk téged is, meg anyáros is. Ha itt van, ha nem jössz át, mi megyünk. Akkor lehet, hogy rendőrt hívok. De az most egy társaság, megértem, hogy az ember nem tud aludni, rohadt bosszantó, de rendőrt hívni az már kicsit a generációnk szemenköpése, érted? A rendőrhívás, az már egy ilyen. Már de mi is ott tartunk, hogy rendőrt hívunk? Hát az a baj, hogy igazából én a B-tervet javasoltam, menjünk át, és irodatlan módon vágdossuk őket szájba, csak aztán rájöttem, hogy nem tudok verekedni, tudod? Igen, egyedül vagy, nagyon sokan vannak fiatalok erősebbek. Igen, és a kajakkenu válogatott bulizott, aki egyetlen egy ember, aki egy nő, az is agyonvert volna. Rendőr, tehát önvalónk, a generációnk, a fiatalságunk szemenköpése. Ezzel a feljelentéssel temettétek el Gáborral együtt a fiatalságotokat. Vége, ott végérvényesen átálltál az erős sötét oldalára, rendőrt hívsz a bulizó fiatalokra. Ez a világ vége. De, és akkor azt mondod ezzel, tehát, hogy semmi olyan dologra ne reagálj, tehát hogyha a szomszédot szétmérgezi, akár nyaralóhelyen, nem nyaralóhelyen, akkor te üljél ott, szorongjál a lakásodban, azt hallgassad. Kérdés, hogy minden este csinálja. Kérdés, hogy milyen stílusban csinálja. Kérdés, hogy valóban zaklatnak-e más ingatlan vagy bérlő tulajdonosokat. Nem, sem, mindenki más olyan ipari füldugóval alatt, hogy senki nem hallja az utcát. Nem, tehát az a baj. Most egy olyan esetet vázolt, hogy egyszer buliznak. Az a kéthetes nyaralásodon minden este 8 órán keresztül történik, és nőket erőszakolnak meg a kertetben. És akkor azért hívjál rendőrt, de most egy egyszeri esetet mondok, azt hogy nem hívnék nem rendőrt. Nem tettem hozzá, hogy szüzeket áldoznak. Tehát, hogy szüzeket, egy kecskéket ölnek meg, és szamarakkal közösülnek, hívjál rendőrt mindenki. De nem, de egy nyilván arról van szó, hogy kiöregedett a tulajdonosi réteg, és ez egy folyamatos dolog, ugye, hiszen ezek egyfolytában albérletbe ki vannak adva, és ezt mondtam, hogy ez egy generációs dolog, és én elfogadom, hogy ilyen rohadt öreg vagyok. Én már nem akarok reggel 5-kor egy jó szkútert, egy jó Avicit a falamon hallgatni. Jó kis back in the UK, nem. Mert te is ellennyomsz egy ellenszkúter. De az nem igaz egyébként, hogy nem akarok valamit hallgatni, mert... Ez mert! Na nyomd ezt ezerrel szembe! Szomszédó! A világ vége. Grízt hallgatsz, és fölhívod a rendőröket, hogy bújznak a fiatalok. Úristen, egy ilyen világban se akarok élni, ahol ez jön, hogy Tibi grízt hallgat, és rendőröket hív fel, bújznak. Istenem, nem akarok ilyen világ, meg akarok halni. De nem érted, te mit csinálnál? Elkezdenéd marokkövekkel dobálni, vagy mit csinálsz? Nem, nézd meg, én ezt csináltam volna, és akkor történt volna valami előrelépés is az ügybe. Jó napot kívánok! Azért telefonálok, mert lejöttünk ide egy hétre pihenni. Egy hétre ide, Kunfehértóra, és ezek miatt, a srácok miatt, akik a szomszédba éjjel-nappal... Szívem, hallgatos már el a gyereket! Így kell beszélnem a feleségemmel. A gyerek nem tud aludni napok... Na ennyi. És mi kell hozzá, semmi internet, YouTube. Na, te meg itt rendőrt hívsz, látod?
Mondom, megnéznélek és téged. Madárt, most... megnéznélek téged. Tehát most itt tartoskodsz, nem fogod megadni, nem baj. Nem. Fogod, nem. De meg, most ezért... Aláírom, hogy bosszantok. Aláírom, hogy tönkreteszél. Én mindent aláírok. A rendőrhívás, ott az nekem elment. Jó, most az, én ez elment. Segítek, az jó? Elment. Nézd, nem hívunk rendőrt neked. Fiatalokra, mert buliznak. Ezért most azt kívánom neked, amikor a következő privát Maldív-szigeteki nyaralásra mész, amikor a következő privát Maldív-szigetekre landolsz a privát jeteddel, és ott a privát öblődbe bemész. A repülőúton legyél egy éves gyerek csicskája, rugdossa a hátsó ülésedet 20 órán keresztül, utána kapjál egyetlen egy olyan szomszédot, akinek az egyetlen szórakozása, hogy flexeli az oldalfalat. A maradék pálmafákat a Maldívon, igen. És utána igen. Pedig hallgasson Tibi egy nem. dalt, hallgasson neked egy dalt, repeaten, amit nagyon gyűlölsz. Ezt nem kívánok rosszat neked, hogy életed végig a grízt. És fészkeljen az a szigeten egy madár, aki az év 365 napján párosodni akar, és az a hangja, hogy gyerekek, nem. Ha már hárman vagytok, akkor nem. Se. Nem. Rendőrt nem. Az a generációnk elárulása. A fiatalságunk elárulása. Jó, az egy más rendszerrel való összekacsintás, Bali, hogy Bali. Rendőrt hívok a bulizó fiatalokra. Nem. Átmehetek? Megverhetem? Át. Na, bármi. Megverhetem? Ha meg akarod veretni magad? Nem. Sziasztok, Tibi vagyok! Ne, bár semmi. További jó szórakozást! Jól magad! Bocsánat, hogy csöngettem. Te átmennél balhézni? Nem. Hanem benyelnéd? Ötödik napon? Ötödik napon már valószínűleg nem. De most az irányba tolod el, hogy végre megadjam neked a rendőrt. Egy hónap számüzetésben Újfehérdón a nyaralódban. Egy kis üvegben belegyűrnének egy ronydarabot, meggyújtanak és a tetőtökre hajítanál, és kiszúrnák a kocsit mindenki. És ne jönnének át megerőszakolni a feleségedet, vagy már kicsit itt tolod. Az is még mi kellene nézned? Tibi, nem. De ha mindeközben azt kiabálják, hogy rohadj meg Balázs egész este, akkor igen. Nekem kiabálták, csak nem értettem, hogy miért nekem. Jó, mondd ki az ítélet, tessünk túl rajta. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörgökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz, holnap már nem kell jönnöd. Hangsúlyozom, az üvegfal túloldalán ülő nejed egyértelműen mutatja, hogy igazam van. Ezt azért remélem, hogy Viki most ezért egy nap nyomasztás a Balázsnak, jó? Egy nap nyomasztás, egyébként jó? Egyébként pedig a kunfehértóiak ezt üzenik neked. Hogy lemegy két napra, ő... Mint, tehát az a baj, kétnapos turnusokban jönnek ezek a gyerekek, aki ezek a gyerekek, mi basszus, mintha apám. Ennyi. Ezek a laklik. Ezek a szörnyű laklik. Én is voltam fiatal, de tudtam hol a határ. Irgumurgum. Hagyjál már, nyuggerkám. És mindegyik ott akarja eldobni az arcát, mindegyik ott akarja az év búliát megcsinálni az én kertemben. Jó, na mi a téma? Na, megadod? Nem tudom. Viki. Fél tíz van már. Hát már azért azt hittem már kicsit Viki. Azért húzod az időt eddig, mert talán nincs is témád. De van! Az egyik koncertem után odajött hozzám egy srác, azt hiszem, hogy autogramot akar, elszigetelt eset lett volna. De nem azt akartam, rám nézett, és azt mondta, hogy Tibi, szia Tibi, megismersz? Hm. És áll így veled szembe. Szomszéd, unfelfogtam. Bam megy állat. Nem te bulisztál, amit csinak. Igen, de hogy és tudod, áll veled szemben, hogy szia, megismersz? És tudod, nagyon pörget. Á, igen, mester úr, direktor úr, drága főnököm, jóféle sörita. Pörgeted, dunsztod nincs, hogy ki az, majd a csávó benyögi, hogy konkrétan 8 évig általános osztálytársak voltunk. Én ezt vállalom. Ti az általános iskolai osztálytársatokat megismeritek? Én a nevüket is tudom. Mi összejárunk. Az osztálytalálkozóink vannak, mi nagyon szerettük egymást, nagyon jó osztály voltunk. Amikor a két osztály néha összekeveredik, akkor vannak ilyen kínos pillanatok. Hát az már évfolyam, az más. Igen, ott a párhuzamos, főleg amikor az egykori, ez a legjobb egyébként, amikor az egykori nagyon menő srác, aki mindenkinek a kedvence volt, az összes csajt levarta, megjelenik, bejön gőzgombac Géza, bejön, és még mindig ugyanazt tolja. Még mindig. Ugyanaz a lazaduma, ugyanaz a, hogyha csak kicsit kevesebb haj, kicsit nagyobb a poca, kicsit elmúlt már a szépség, a varázs, a sárm, ami annak idején ugye nagyon működött, és akkor próbálj meg ugyanezt tolni. Te nem sokat nőttél, Jani, azóta se. És akkor mondom, hogy te viszont, jó, igen. Jó, standard poéra. De ez,
széltében. Ugyanakkor ez az egész dolog ezért szerethető. Most egy pillanatra témát vált, hogy azokkal találkozol, akik most is ugyanúgy nyomják. De ugyanazok. Nem, tehát, hogy párhuzamos osztályba járt. Az más, tudod, azt nem is kell megismerni. Tehát, hogy nem is volt igazából haver, nem is volt címborod, és akkor találkozik, hogy ezt így tolj. Mert konkrétan ez is akar lenni a téma, hiszen a csávó közölte velem, hogy nagyon készülődik az általános iskolai osztálytalálkozó, és borzasztóan elkezdtem szorongani, mert ott lesz 30 ember, aki nekem derengeni nem fog, érted? Tehát, hogy ott fog... Se a nevükre semmi? Figyelj, szinte én tudom, semmi. Hogy ki hol ült, ki mellett ültem, ki volt az első szerelem. Hogy? Hát még a nevüket is el tudnám kezdeni napló sorrendben mondani, hogy kezdődik. Ne hülyeskedj. Dehogy nem. Nem mondd már meg, hogy nincsen, mint a Kunfejértói háznak a pinyójában, nincsen ott a kis tarisznya pogácsával, a megégetett szélű papír, igen. Hogy hívják alatt. Én megmondom őszintén, nagyon sokáig emlékeztem, csak legutóbbi Kunfejértói nyaralásom alkalmával annyi idő kaptam. Avancsi. Brother. Meg az, oh no, baby, we'll be old, baby. Az nem Avancsi. Az már nem ő volt, az egyik nyaraló. Rátolták a hűtőszekrényt a lábára. Tehát, hogy én emlékszem rájuk. Az osztálytalálkozó világára egy picit beszélgessünk, hogy mi a jó stratégia, hogyan kell itt jól, tehát te hogy mész megérkezel, és mikor föl kell állni és elmondani, hogy kivel mi történt akkor, és akkor mit mondasz, hogy mondhatnák úgy is, mint tudjátok. Elmék, hogy mondjak valamit? Igen. Megkapcsolnak a tévét az elmúlt 10 évben. Megbántotok ezzel, hogy mondjak valamit? Ennyi. Most meg akartok alázni. Odaér Balázs utolsónak, és azt mondja, kezdhetjük. De hogy például a te esetedben... Náluk nincs ilyen ez az IFE, mindenki elmondja egy percben, hogy mi történt, ez egy baromi kellemetlen része az osztálytalálkozónak. Kezdjük az elején, tehát hogy van egy megérkezés, egy antré, tehát hogy te ilyenkor a gyémánt Bentley-vel arrébb parkolsz, hogy ne bánsd meg őket, leveszel az aranykormányt és visszateszel egy snúcbőr kormányt, tehát hogy ne nagyon... Lefújom a vállamról az aranyport, igen, és ezüst serlekben kérem ki a fröccsöt magamnak. A Balázs nagyon precíz, pontos, nem akar őket megbántani azzal, hogy elkésik, ezért már egy héttel előtte megveszi az étterem melletti ingatlan. Hogy csak át kell menni. Nem, általában az én éttermemmel találkozom, csak ők ezt nem tudják. Igen, és mindig nagyon átvágom őket. Hogy ilyenkor egyébként ilyen idézőjelesen ilyen kifizetetlen számlákat illik behajtani, tehát ilyen félben maradt udvarlások, akkor nem sikerült összeszedni, vagy akkor nagyon elutasított. A legnagyobb csalódás az a durva, hogy azokban a lányokban, akikben szerelmesek voltál, azok mind rohadt rondák lettek. Most nem az én. De jó, nem, általában ezt mondom, hogy ez tendencia, nem a... Akik viszont olyan kis csúnyácskán, csöndesecskén ott úgy elüldögéltek, és nem is nagyon néztél rá, és nem is nagyon néha hozzávágtál egy ilyen fél serszli, tudod, csak egy rotring tollat, hogy kicsit hosszal. Mert jó fej lehetett suliban, nem? Ilyen nyolcadiban mindenki csinál ilyen. Azok viszont gyönyörűek lettek. És úgy valahogy és pont ellentétes irányba mozoltak. Nagyon szépek akkor, kevésbé szépek, és a csendes kis köpenyben üldögélős, kicsit tudod, ott toltartóban macerálós. Nem hiszed el, hogy néz ki? A kis szendék lesznek a szépek, majd nézd meg. Mondjuk úgy sem emlékszel senkire neked, tök mindegy. Igen, a változást nem tudom fölteni. Mit fogsz mondani, hogy felállítanak egy percben mesélni, hogy mi történt veled? Ott fogsz nagyon izzadni, az biztos. Sziasztok, Kassa Tibi vagyok, bejött az életem. Hogy fognak szeretni? De szimpatikus leszel. És tudod, mi a durva egyébként? Egy Balázs mondja ezt úgy, hogy egy színfiú osztály vagy. Azért minden nem mondja, amit neked elmondtam. A szendék, tudod, milyen szépek lettek? Te jó ég! Szépek, tudod, hogy elcsúnyultál? A Józsi, tudod, milyen ronda lett? Annyira csúnya lett. Pedig emlékszem. Hallod, viszont az Ásztai Norbi, a igaza. Figyelj, hallod, most már bármi lehet. Annak a bőre. Norbi, a halott, hívjál fel. Annak a bőre, mint a sejjem. Nem, tényleg, jó. És irdatlanul bekarmolni, tehát ilyen nagyon őszintére inni azt magad, az játszik ilyenkor, és ott egy összeborul. Mert annyira izgul ilyenkor, meg annyira zavar, hogy egy deci bortól úgy berúgsz, mert egyrészt így gyomorra mész, mert nem tudsz, hogy ideges vagy. De hagyjuk olyan kettő, hogy nagyon hamar berúgsz. Osztályfőnök is eljön majd, nem mondta az illető? Azt tudom, hogy éle még. Nekünk ott volt az osztályfőnökünk is. Ő is eljött az osztálytalálkozóra, ott ült legutóbb egyébként. Útnába? Igen. Egy instant kávépor képében eljött. És mondta az osztálytársaim az akkor, hogy Szterán Kági, hogy és most hallgassuk meg Pali bácsit, és felrakott egy urnát az szegény Pali bácsi, most már szegény Pali bácsi, most már kicsit kevesebbet beszél. Na Pali bácsi. Pali bácsi magája szó, egy perc gonga az eleje, gonga vége. Pali bácsi, mondja el, mi történt magával. Pali bácsi kicsit szótlan már. És most egy évig nálatok van. Pali bácsi egy a Mándor urnába megy, most állítok éjjövök. Tehát ott nem lesz jó helyen, mert a Benny szívesen lever így labdával mindenféle kis tárgyat a szekrényről. És most köszönjél el mindenkit, az oszifő. Nem már. Mormik állat. És most pedig jöjjön és most hamuból jósolunk. A vándorkupa pedig tovább megy. Sebestyén Balázshoz. Oh, Pali bácsi. És most pedig jöjjenek a szalszapercek. Ez szíve rohadt allergia. Jaj, Pali.
Pali bácsi, már is hazamegy. Nézd, szökik a Pali bácsi. Az ablakod, az ablakod. Négy év múlva is meghívnak. Morning Show. A Klassz FM. Érdekes dolog történt egy kanadai vonaton. Ez egy meglehetősen bizarr eset. Egy szemfüles utas egyébként levideózta a dolgot, mert hogy nyersen felfalt egy döglött madarat egy nő. Ráadásul egy kanadai vonaton, ahol azt gondolná az ember, hogy talán kulturáltabban zajlanak az események, de nem. Ő ezt úgy fogyasztotta el, egyébként itt van a videó, feltesszük majd a Facebookra, hogy ezt ő meg is kopasztotta. Hát tollat nem eszel, azért ezen ne akadjunk föl. Egy kanadai állampolgárról beszélünk, nem egy vademberről, Balázs. Érted? Nem kint a prérin valaki. Na várj, ezt nézem, közvetitek, hogy mi történik, mert nagyon nem lehet úgyse. Na most. Egy kis telefonnal van fölvéve. Uh-huh. Egy pici nagyon kis vékonyka kép, nem tudom miért én a felbontása. Mekkora madár volt ez? Egy mondom. Pacsirta vagy egy albatrosz? Struc. Egy emut befal. Egyelőre azt látom, hogy mindenki tanácstalanul fogja az orrát, ilyen rongyokat tömnek az orruk elé, és nem akarják elhinni, ami történik. Ja, most látom a nőt. Várjál, a Pali, aki fölveszi, lesz. Aha. Egy fehér madár. Egy lúgszerű madár, vagy egy sirályszerű madár. Igen. A nő előre hajolva, mintha rosszul lenne, leborulva a székekre. Már ilyen kétszer is megnyitottam. Leborulva a székre, előre hajolva a padlón pucolja a madarat. Ha, de mert ez is a kultúráltságát bizonyítja, ha, nem akarja összevérezni az ülést. Nekem mindig nagyon szimpatikus volt, hogy a Kanada mindenféle nációnak lehetőséget ad arra, hogy ott éljen, egyébként... hogy megismertesse a kanadaiakkal a saját kultúráját. Egy ilyen kés van a kezében, egy hámozó kés, és a földön ügyködik. Uh-huh. Gumicsizmában van, pucolja a madarat, és a végén megeszi. Nyertem. Ez elég erős. Ez elég erős. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Igen? Állandó utitás lehet, vagy ő csak így egyszer felszállt. Egyébként nem is vonat, ez egy metró. Na, az jó. Uh-huh. Tehát kicsit könnyebben uh-huh. tudsz leszállni. És egy fehér madár. Esetleg egy nagy kócsag. Igen, az utolsó, tudod. Igen, az utolsó nagy kócsag. A legvédettebb. A természetvédelmi emblémája. Igen. No, és ugye arról beszélgetünk már itt a hírek előtt, hogy nyilván aki utazik, folyamatosan tömegközlekedéssel jár, vonattal jár, ezen hallgatóinak mind van egy állandó utitás. Az uh-huh. állandó utitás alatt azt értem, tudod, hogy ott lesz, tudod, hogy melyik megállónál száll fel, tudod, hogy milyen szokásai vannak, eszik, iszik, beleolvas, fürdik, nem fürdik, ápolt, ápolatlan, kérdez, átadja helyét, nem adja át helyét. Nagyon sok ilyen állandó utas van, nem? Ha BKV-val jársz, tömegközlekedéssel, becsukott szemmel is érzed, hogy Kossuth tér. Igen, hogy ott van, hogy felszállt. Neked van ilyen állandó? Aki jön, volt mindig. Több is, meg van is. Most ilyen nagyon-nagyon markáns jellegzetes jelenleg nincs. De hosszú éveken keresztül utaztam egy úriemberrel, aki egyszerűen félelmetes volt. Képzeljétek el, egy ilyen nagyon vékony, nagyon szikár, de állandóan mindig mereven, pislogás nélkül, kidüllett szemmel néző úriembert, akinek mind a két kezében gumi marokkerősítő van. De hogy kapaszkodott? Felszállt, igen. Nem kapaszkodott, támaszkodott a forgóban. Aha. Következő történt, hogy mindig felszállt, hogy a Béketér magasságában, akkor még járt a 35-ös busz, beállt a forgóba, összeszorított két ilyen karika alakú gumi expandert, és kőbánya kispest. Végáll a másik, folyamatosan tartotta, és közben a szemei ki voltak dülledve, és nem hazudok, egyszer nem pislogott, és nézett előre. Én meg a másik oldalon, tudod, mintha megdelejeztek volna, megbaboráztam volna, tudod, így által, és rettegtem, és nem mertem neki háttal állni. Félelmetes volt a csóka. És nem is nyomogatta a gumiért? Nem, csak összeszorította. És úgy tartotta? Igen. Hú, maga az erő. Nem, vigyázzanak az ajtók, zárodnak. És minden nap egy megállóval tovább tartotta, vagy mindig felszállt és tartotta a végéig? Igen. Aha. Ungvár utca következik, ajtó becsukodik, összeszorított. És mindig ott szállt föl, mindig jött. Mindig, kivétel nélkül. Soha nem mentél oda megkérdezni, hogy elnézést, bácsi. Hát te mertél volna? Nem, csak így ráfírtatnak. Elnézést, csak azt szeretném, ihaj, jó semmi. Mit akarsz, kis kacsa? Megszabállak, összenyomlak téged is, és tartalak. Holnap veled fogok edzeni. Ő nagyon-nagyon durva volt. A másik egyébként, ő egy emblematikus arc, őt minden mai napig egyébként látom, csak most már nem teljes harci díszben. Egy olyan úriember, aki ilyen kerti munkákat szokott végezni a kerületben, sokszor látom talicskál a gerevjével ásóval, de az ünnepnapokon, szombat, vasárnap, illetve a május 1-ig felöltötte az ő bőrgúnyáját, ami nem bőrgúnya volt, hanem ilyen merev, fekete, csillogó PVC,
saját készítésű jelvények, mindenki a pop és rock szakmából, rendesen kivágva, rendesen megcsinálva, irgalmatlan mennyiségű popszegecs, ezek is házilag fölrakva, úgy, hogy leülni nem tudott, olyan merev volt a fekete bőrnadrág, illetve nem mondom, nem is tudom, tehát hogy ettől még PVC is lehetett vett felőle. Vagy egy fekete nájlózacskó. És hétvégenként ment be bulizni. A napra le lehetett nézni rá, nem, mert úgy csillogott a fekete. De vagy mikor? Igen. Este? Igen. De említem, hogy leszerelt, ilyen százados volt, aki... És nem. Ő rocker volt. De ez a finoman egy picit ilyen kék osztrigás vonal. Village people volt. És ő például tényleg kemény volt. Tehát, hogyha csúnyán néztél rá, megjegyzést tettél, volt olyan, hogy fiatalok hárman, négyen elkezdtek röhögni, amikor meglátták, oda ment hozzá, ő megfogta. Megfogta a nyakánál. Nem tetszik valami. Én leszerelt Rambó. Igen, és hogy jel? És mindenkit lejátszott. És mindenkit lejátszott. Vele mind a mai napig összefutok. Amikor tolja kis talicskáját, ásó kapa. És mi mindig úgy közösszük neki, hogy csokolom. Jaj, tiszteletem. Csokolom bácsi. Tiszteletem Freddy bácsi. Csokolom bácsi. Hova tetszik menni bácsi, csokolom. Szóval, hogy voltak ilyenek. Igen, ez az állandó úti társ, ez tényleg, aki tömegközlekedéssel jár, vagy vonattal, annak ott van. Tudja, és mindig adott megállónál szállnak föl, és egy idő után tudod, hogy jön, megérkezik, ott van, kicsit megnyugszol, hogy oké, életben van, vagy reklamál, hogy add át a helyet, vagy nagyon büdös, vagy visel valamit, ezek ott vannak. Anna, neked van? Van, akit kicsit már vársz is, mert... Van a város típus, igen, van, aki aztán egy idő után nem jön, saj, akkor szomorú vagy, aztán megint jön, vidám vagy. Mindegy. Azt hittem, jön. Így van. Na most mi lesz a libidómmal? Igen, pasival látod, még szomorú vagy. Igen. Megcsalt az a... A rohadék barátja van. Igen. Neked van ilyen, Anna? Van az állandó, nekem is, meg vannak olyanok, akik hát a változó. Tehát aki nem metró, az metró, busz, villamos, metró. Metró van hármas? Az állandó, hármas metróban van egy faszi, az minden reggel beszáll, de most egy ide nem látom, hiányzik is, megmondom őszintén, és mindig mondja, hogy kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak, a leheltér következik, minden megállott, de hangosan. És mindig ott áll egy adott helyen az ajtónál. Igen, ő mindig ott áll, és mondja a következő megállott. Imádom. Aha. Ő már imádom. Most már szeretem. Ő nincs egy ideje, és aggódom, mert szerintem bevitték valahova. Hát az most bezárt már egy ideje. Van, hogy tudják, hát vagy alkalmazásba állt. Valahova került. Igen, felvették a hang. Ő az állandó, aztán vannak a változók. Amíg végig ment, vagy ő valahol leszáll? Nem, Arany János utcáig szokott. És bemondta, hogy most leszállok. Ezt nem, mondta, azt nem mondta. Arany János utca következik, ez volt az utolsó, és kiszállt. Imádom. És mindig az Arany Jánosnál szállt le, és addig mondta folyamatosan. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak, nyugati pályaudvar következik. Senki nem akarta megrendszabályozni, nem volt egy, aki mondta, hogy ne ordíts már öreg, se hagyták, hogy mondja? Igen, de mosoly volt az arcokon, de látszott, hogy neki ez fontos, ez neki biztonságot ad, bekeretezi a napját, úgy elindult. Na. A bácsinál volt egy pici. Volt, ugye, de látszott, persze, igen, látszott rajta, volt, de egy... kedves bolond volt. De milyen hülyeség, az ember azonnal beskatulja az, hogy bolond. Mi van, ha önök egy gyerekkori álma nem... Vagy ő legyen a hang, nem volt a hang, nem jutott el, és ő ezt kiéli egyébként, meg egy órá mondjuk, hogy bolond, érted. Közben csak meri vállalni önmagát, nem? Hát, mikor ordítanád bele, hogy a nyugati pályaudvar következik? Jó, mikor mernéd magad elordítani? Hát nem ők a bátrabbak, érted? Van köztük az élekető, aki tényleg ilyen durva volt, egy bácsi annak, tényleg ilyen 10 éves voltam, és neki látszódott egy elég erőteljes horpadás a fejében, a fáma szerint valami kettős rangadón valaki egy kicsit így, hogy hívják, a labda mellé rúgott, és sikerült eltalálni a bácsit. Ő például mindig, amikor felszállt, akkor konkrétan előadott egy ilyen gólamos, ilyen kis szólót, ő is szintén mindig a vége a másik utazott, és És ezt tolta végig. És akkor körbenézsz, nem látod, hogy mindenki elkezdi a gyűrűt levenni az ujjáról, nehogy az ővé legyen az egyetlen. Igen, inkább leveszem a gyűrűt, és vissza kell majd vinnie valahol, tudod? Inkább leszedem a gyűrűt. És kereste a gyémántot. Kis pici bácsi, kis szatyor, teljesen normális volt abban. De nem lehet, hogy ennek az üvegtigrisnél valami beakadt? Nem, ő nem láthatta azt. Ő nem láthatta. Az előtt szerintem elhunyt, de neki elég komoly horpadás volt a fejében, tehát hogy ott látszott, hogy valami súnyán eltolt lobotomia lehet. Ez az a típus, akitől egyébként félsz. Tehát, hogy akit se megszólítani, se megnyugtatni nem mer, se odaszólni, segíthetek bácsi, el akarsz menni onnan, nem? Mert nem tudod, hogy mit vesz elő, vagy mi van nála.
és így tol, hogy tolt. Igen. Hogy gyémát, 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 gyémát. És mi lett volna, hogy a bemondós bácsival találkozik? Tehát ott azért azt a beszélgetést azért azt meghallgattam valahogy. Hogy lehet érkezni, hogy gyémát, gyémát. És ők ketten azért így vidáman elbeszélgetnek, és jön a tizedes, aki rendbe rakja őket. Igen. Jön a latex ruhás. És ők hárman úgy utaznak egy megállót, az szép. Volt egy másik is, aki nagyon, én egyébként ezért is örültem neki, hogy nálunk ugye az Üllői úton párhuzamosan futott egy busz meg egy villamos vonal, és akkor át tudtam szállni, amikor felszállt a gyémátos bácsi, igen, ahogy hívják, a kidüllett szemű expanderes, a hétvégi rocker, meg az az úriember, aki rendszeresen közvetítette a Pártházostromát 56-ból. Jézus Mária. Ő, és én nem tudom egyébként, hogy miért, milyen gyűjtőhely lehetünk, ő mindig a busz megálló, vagy a buszvezető mellett állt, és konkrét izéket, sortüzeket vezényelt, rohamot vezényelt, rögött, de ő szórakoztató volt, tehát hogy ő látszott rajta, hogy olyan vidám kis emberke, és ő ott mindig elszórakoztatta a busznak a közönségét. Aztán ezek az emberek, én nem tudom, hogy mit történt. A szórakoztató jó, de aki félve bolond, már úgy, hogy félsz tőle annyira bolond, az viszont ijesztő. Hát meg vannak olyanok, akik... Gyémántos, ez magyaráz meg a gyereknek. Minden reggel a gyém, igen, és mindenki ilyen vigyázva ülte. De miért adtál neki egyszer valamit, hogy hát akkor megnyugodott volna? Az a baj, hogy ha... Tehát én azért félek nagyon a személyes kontaktustól, mert barátok leszünk hamar. Volt egy ilyen srác, szintén mindig ott nálogált nálunk, a Nagyenyi utca megállójában, és vele beszélgettünk sokszor, és akkor mindig itt persze húztuk ki 10 évesen, és akkor, hogy és csajozol, igen, csajozok, és a csajoknak hova tennéd szívesen? A hónalja, mert az jó szőrös a hónalja. És az a baj, hogy egyszer játszottunk így vele, akkor, amikor hárman vagytok vicces, csak amikor egyedül beállsz a megállóba, akkor oda megy hozzá, és barátkozik. Igen, és az barátkozzál már vele 25 percen keresztül. Tudom, ha egyszer kedvesen szólsz hozzá, meglátja akkor benned a fényt. Igen. Oda jön, és azt hiszi, hogy társak vagytok. Uh-huh. Igen. És utána elválasztatlanok lesz. Igen. Megvan egyébként a rockerednek a neve, megírták. Igen. Megírták, igen. A kertész rocker. Guszti bácsi. És tehát, hogy ezután ne csak bácsi, hanem Guszti bácsi. Guszti bácsi. Az öreg rocker, aki kertész Guszti bácsi. Igen. Na van egy hallgatónk, Feri. Hello, Feri, jó reggelt. Sziasztok. Hello. Neked is van állandó útitársad tömegközlekedésen? Nem állandó, de rendszeres útitársad. Nem állandó, de rendszeres. Aha. Így van. Mindig sikerül megtalálni ilyen degenerált embereket, ha vonaton utazok. Hát volt olyan, a keletiből utaztam haza, Borsodra, aztán hát tömve volt a vonat, és egy anyuka felszállt a kisfiával, pont az én fülkémbe foglaltak helyet, és elindultunk, és félúton hát mondta a gyermeke, hogy neki pisilnie kell. Az anyuka megfordította a kisfiát, felállította, elfordította mindenkivel hátnak, és egy üdítős üvegbe belepisiltett ott mindenki előtt. Aztán amikor mondtam, hogy hát ezt azért mégis, hogy gondolta, azt mondta, hogy hát tele volt a vonat, a fülkén is volt, aki nem fogja a kisfiát kivinni a WC-re. Aha. Akkor volt olyan, hogy visszafele jöttem Szerencsről Budapestre, ott egy gyúri ember szállt fel, teljesen piros öltözék, ilyen amerikai Vesco feelinget próbált utánozni, és tele volt a szajtra neki mindenféle cuccokát, először nem tudtam, hogy mik, leült velem szembe, és elkezdett rántott húst tenni, mégpedig rántott csirkecombot, de abban a szatyorban egy első ránézésre egy 20-30 darab rántott csirkecombot. Hát éhes volt, hát a flamon nagy úr. Persze, körbe kínált mindenkit valószínű. Kell, hogy azt a szűzös abonyig ő meg is ette mind, ezt sőrrel természetesen mind kísérte. Aztán fél után már, amikor nem volt hely, ugye hát a csirkecombnak, akkor egy finomabb szellentéssel helyet csinált meg a maradéknak. És akkor hát ez mind télen, ugye, amikor nem lehet lehúzni. Figyelj, ez a 30 rántott csirkét megevő sem, mert ez nem a Fekete Laci volt? Nem. Nem erőnik krémes kizsebet volna utána. Erőemelő verseny, mert megívott 4 liter kólát, 2 kiló kenyeret és 16 francia krémesen lefolytotta ezt a mis reggelit. Mert még sok volt ebédig. Kicsit megéhezett? Fekete Laci elbújhatott volna mellett, az biztos, úgyhogy. Na jó, igen, most mi nem tulajdonképpen nem olyan utasokat keresünk, aki egyszer följött és furcsán viselkedett, hogy felszállt a vonatra, hanem olyan utasokat, akik állandóan megjelennek, ott vannak, tudod, hogy jön, és hát elég érdekes dolgokat csinál, mondjuk ezért az üvegbe belepisítetés, ez is kemény. Igen. Köszi, hogy elmondta, ciao. Hello. Eszembe jutott egyébként, hogy aki a Pártház ostromát közvetítette minden alkalommal, ő például úgy szállt föl rendszeresen a 35-ösre, hogy jegyeket bérlet!
Figyelj, én nagyon sokat BKV-ztem, én ezekért szerettem BKV-zni. Tehát, hogy de ez a szórakoztató része. Mert a BKV legnagyobb része nyomasztás, de amikor felszáll egy ilyen minden reggel, és elővölt, hogy sírsz. Igen, és mindenki, abban a például mindenki pálibe esett, elkezdett kotaraszni, és ja, megint a hülye. Én ismerem, én ezeken sírtam. És nem lehetett rá haragudni, mert a csávó egyébként egy ilyen csupa mosoly, abszolút egy ilyen nagyon jó kedélyű, nagyon pozitív fickó. De ő viccből csinálta. Az, persze, de hogy képzeld már el, hogy minden a kell. Jegyeket, Béla! És így röhögött, és mindenki, na menj! Na, nagyon jó SMS-ek vannak, csak egy-kettő még így a hírek előtt. Vonatozom, kedvencem egy középkorú pasas minden alkalommal. Amikor elment mellettünk egy vonat, elkezdett hangosan áriát énekelni. Nem is rosszul, írja, így egy hallgatunk. Mekkora forma, igen. Nem? Imádom. A BKV minden reggel a közelembe ült le egy tupírozott hajú nő. Előkapta a fésűt, és amíg utazott, igazgatott rajta. Minden áldott reggel. Imádkoztam, hogy nem mellém üljön. Ezt Jani küldte nekünk. Amikor a középsuliba jártam, minden egyes nap volt egy srác a vonaton, aki folyamatosan vonult a vonaton, teljesen céltalanul, le, föl, össze-vissza. Akármelyik részén szálltál fel a vonatnak, biztos lehettél benne, hogy el fog melletted menni. Megmutatta magát a közönségnek. Én az ilyen arcokat, hát én imádom. Imádom őket. Guszti bácsinak hívják, igen, erről beszéltük, az öreg rockert, aki kertész. Ő egy tényleg egy emblematikus arcot Lőrincen, tehát hogy nagyon sokan ismerik, nagyon sokan látták, és mondom, egy időben nem volt veszélytelen. Igen. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és az állandó utitársakról beszélgettünk, hogy hát hallgatóink kivel utaznak, ugye? De hát kiderült, hogy elképesztő. Emberek szállnak föl vonatokra, távolsági buszjáratokra. Kedved van visszaszállni, nem a buszra? Figyelj, én nagyon utáltam BKV-zni, de ezeket az arcokat mindig is imádtam. Nekem eleve van valami vonzódásom így a kicsit a bolondokhoz, meg ők is mindig megtalálnak. Én nagyon szeretem. Nagyon szeretem őket. Ja, Anna, amit elmesélt, hogy felszállt és mondogatta végig a megállókat. Hát mennyi? De ők a kedves, igen, az igen, kedves bolondok. A kedves bolondok, persze, nem az agresszív, nem aki inzultál, nem oda jön lögdös, agresszív, azoktól mindig befeszülök, nem szeretem. De az ilyen kedves, szerethető félbolondok, ők szerintem nagyon helyesek. De nem mennék vissza BKV-zni. Tehát minden csak reggel. Ezért nem. Én minden reggel úgy. Egy hangos köszönömmel szállunk az autóba, nem? Hát te is. Bizony. Én köszönöm. Köszönöm, uram, hogy nem kell. Na, csak néhány SMS, jó? Hogy kivel utaznak minden reggel a hallgatóink. Nem hiszitek el, hogy mik vannak. Budapest szobvonalon. Kapcsolga nevű lány. Kapcsolga nevű lány. Minden reggel végigment a vonaton, és minden kapcsolót átkapcsolt. Senki nem tudta, valószínűleg ő se, hogy mit kapcsol. Nem szabadott a szemébe nézni, mert akkor odaült hozzád, és belebámult az arcodba egész úton. Azért az erős. Pécsen volt egy srác, aki mindig a végállomáson szállt fel a buszra, mindig a jobb első ülést foglalta el, ahonnan jól látta a sofőrt, és egész úton utánozta. Indexelt a megállóknál. De a kattogások? Nyitotta az ajtókat. Nyitotta az ajtókat, kormányzott és hangokat adott. Nem tudom, hogy sofőr lett-e végül. Ő nagyon szeretett volna. Imádom. 10:30-as IC Budapest Miskolc, figyeld. Büfés kocsis csávó tolta a bevásárlókocsit, és nem azt kiabálta, hogy mogyoró ívólé, hanem azt, hogy hóembert guminőt. Hóembert guminőt tetoválás. Mindezt hullarészegen, minden vasárnap így volt, írja egy hallgató. Amikor suliba jártam, az 53-as buszon mindig volt egy srác, aki mondogatta a megállókat, és kritizálta a buszsofőr vezetését. Itt lassabban, itt gyorsabban, itt közelebb kell állni a megállóhoz. Ő meg már kibukott lehetett. Igen, igen. Ezt Bence írta nekünk. 4-es, 6-os villamos nyáron 30 fok. Üzletember elegáns fekete öltönyben aktatáskával a kezében, a villamos tele. Az oktogonnál várakozás, a faszi benyúl a belső zsebébe, kivesz egy sült csirkecombot csomagolás nélkül, beleharap, visszateszi, aztán semmi nem történt volna, utazik tovább. Figyelj. Hát gyerekek, a bizniszmen, aki nem felejt el soha, hogy honnan jött. Érted, mielőtt beérsz a tőzsdére, muszáj enned valami. Nem köthetsz milliárdos üzleteket azelőtt, hogy érted, bemész dolgozni. Persze. Ki tudja, hogy áll a box. Ugyan egyszeri eset volt, de egy pasi a metrón elővett egy pakli kártyát,
majd a hozzá gumizott borotvát. Leválasztotta a kártyáról, és elkezdett borotválkozni. Szárazon tükör nélkül. A végeredmény viszont egész jó lett. A rutin. Igen. A vonaton vonuló srácot én is ismertem, még mindig jár. Ugye itt már jönnek a hallgatók, akik felismerik az utitársakat. Fiatal csajokat szokott betámadni, beszélgetni. Nekem is mindig bemutatkozik, havonta többször is. Ezt Júli küldte nekünk. A legdurvább. Kisföld alatti, figyelj. Egy pali minden reggel kitépette egy orr vagy fülszört, és azzal csiklandozta a száját, amitől folyamatosan rángott az alatt. Úristen, ez gusztustalan. De nem imádni való? Hát. Szörnyű. És akkor még jól jársz, hogy nem a te fülszörödet érte ki. Vagy nem, az övével csiklandozott téged. Vagy... Az végjobb. Így van. Anyukámnak volt egy férfi munkatársa, akivel minden reggel egy megállóban várták a buszt. Amikor észrevette anyukámat, oda ment, és a vállára csapva nagyot köszön neki, szevasz, bazdmeg! Azóta anyám inkább busszal jár. Minden reggel találkoznak. A későbbi busszal, azért, minden reggel. Azért ebbe bele lehet fásulni. Hatodszorra vernek. Azért hatodszorra vernek hátba, ugye? Buszmegállóban rendszeresen állt egy idős nő, aki az összes elhadalodó kocsi márkáját, típusát, színét és rendszámát elmondta hangosan. Ez a 18. kerületben volt. Egy idő után már nem kerestem, hol van, ezt Gábor küldte nekünk. A tesóm balettos kontyába a mögötte ülő bácsi egész úton a mutatóját dugdosta. Totál oda volt a hajér. Jaj, megnyomom. Ja, még egyszer megnyomom. Hajacska. Jaj, de jó. Hajacska. Teljesen kiakadtam rajta, de a hugi lazán kezeli a bolondokat. De hogy tök jó. Azért, amikor beülsz valaki elé, és azt érzed, hogy mutatói állandóan megjelenik a kontyodban. Hajd csak ismerős. Hajd csak minden reggel ezt csinálja. Figyeld. Kicsi büfés SMS-e, zseniális. Ugyan egyszeri alkalommal történt, de jó. A nő nem túl kellemes illattal leült mellém, majd elővett a táskájából egy zacskót, amiben káposztás tészta volt. Szépen kiterítette az ölébe, és közben megkérdezte tőlem, nincs-e véletlenül nálam egy villa. Hiszen vélelem. Mikor mondtam neki, hogy sajnos nincs, megrántotta a vállát, és elkezdett kézzel enni. Nyáron 40 fokban. Kicsi büfés írta nekünk. Egy kis káposztás tészta. Hát jó is az. Nem szenzációs? Hódmezővásárhelyen van egy srác, bármikor látod, mindig van egy kedves szava hozzád, ismeri mindenki, kivágja az újsághirdetéseket, évekre visszamenőleg tud bármilyen sporteseményt. Vonat és busz menetrendeket fejből. A város gyurikája, írja egy hallgató. Imádom. Hát ők szenzációsan. Kapcsolga? Nagyon nagy. Na, az vagyunk. Nagyon nagy. Zseniális. Utolsó szerelvényt lekapcsoljuk. 50-es villén rettenetesen kigyúlt srác, mindenkibe beleköt, ömlik a mocsok a szájából, szidja a túlsúlyos embereket, meg a BKV-t hangosan. Ismered? De még nem találkoztam. Nem, elkezdtél nagyon bólogatni, azt hittem. Igen, igen, hát nem, hogy nem csodálkozom rajta, hogy ez is nálunk. Emlékszel egyiket középiskolás koromban, volt mindig egy ilyen nagy darab srác, ő metron utazott, ő semmit nem csinál gyakorlatilag, télen-nyáron zokni, szandál, szatyor, és semmi más nem csinál, csak nézett és mosolygott. És ilyen nagy darab, pocakos, ez a kicsit ilyen egerek és emberek típusú, ilyen, hogy hívják, kicsit látod rajta, hogy valami nem stimmel, de semmi más nem csinál, csak állt, és így nézett, és mosolygott, és így finoman bólogatott. És nem tudod, hogy mit akar. Igen, és hogy úristen, vajon meddig maradok életben? Talán a lehelik. Mi van a 18. kerület? Én nem tudom, mi történik, de minden ott mi történik. Van ott? A pécsi buszsofőrt más is elküldte, ugyanaz a srác szerintem. Egy srác, aki a buszokon mindig a lehető legközelebb ült a sofőr fülkéhez, szerintem ez ugyanaz. Aztán csapatta a Verdát, ez ugyanaz, kormányzott a levegőbe, váltott, nyomkodta az ülések hátát, intett a szembe jövő sofőr. Istenem, szegény. És hát szegény szülők azért nem egy egyszerű élethelyzet. De ő lehet, hogy így boldog. Hát ő azért, ő már, ne, hát ő azért, az már az erősen beteg kategória. Tehát meg intesz a szembe, hogy nyomkodod az ülés hátát, utánzod a sofőrt. Finom, ott de azért. De nem érzi. Hát neki ő nem, jó. Nyilván, persze. Azért mondom, hogy szegény szülők inkább. Sopron-Budapest autóbusz vonalon kb. 4 óra, Győrben felszállt egy kicsi ápolatlan öregasszony, aki egészen Pestig untatott az élettörténetével, közben hangosan felnevetett néha a semmin. Ha megpróbáltam a halvást szimulálni, addig bögdösött,
amíg fel nem ébresztett. Amennyiben érdeklődés hiányát érezte, megtalálta magának a mellette lévő sorban ülő utast, Győrbe érve állandó szorongás fogott el, hogy vajon felszáll-e. Ez odáig fajult, hogy a Győrben leszálló utastársamnak könyörögtem, hogy utazzon velem Pestig, nehogy a Mammer leüljön mellém. Jézus. Nem kívánok senkinek ilyen élményt, ezt Tóbi küldte nekem. Hát ez szörnyű nyomasztó tud lenni. Igen. Hát nyomasztó, persze. Uh-huh. Igen. Mondjuk ez a, most kezd összeállni a kép, rettenetesen kigyúr srác, 50-es vilin, Nikárpé kispestiek. Na, tessék. Többen látták a pécsi srácot egyébként, fék hangokat adott és sziszegett is. Guszti bácsit én is ismerem, nekem van egy ruhajavítóm, ide tért be. Tudnak-e cipzár cserélni a bőrnadrágjába? Igen, akkor odaadhatom, és elkezdte levenni magát. Igen, Guszti bácsi kifejezetten jó az, csak nem szabad megjegyzéseket tenni a PVC cuccára. Egyébként tényleg jó az. Minden reggel írja egy hallgató, Balatonfüred, Veszprém, ez szerintem most is történik. Felszáll egy ember, leül, és zseblámpával világítva nézi a lottó szelvényeit. Ez megy minden reggel, írja egy hallgató. Szolonkon egy fura bácsi mindig kézi kocsit tolt, fantasztikusan fütyült, néha csak úgy ráordított az utasokra random. Füttyösnek hívtuk. Azért sok a beteg, nem? Szóval azért ez dermesztő. Morning Show. Nézzük az egyik kereskedelmi csatorna adását itt közben, és éppen itt vannak a Fradi pályánál élő adásban, a vénaszkenner tesztelik, Jani pedig kirohant, hogy beleszalad az élőképbe. De nem fog tudni, mert szerintem már belépnek éppen a pályán belül, és sajnos mire odaér, addigra már nem tudják mutatni. Kiszaladt, hogy beintegessen nekünk. De ilyen boldogságot nem láttatok még a Jani arcán. Tehát a kitelepülésen, amikor sokan vagytok, és mindenkinek adott ajándékot, az közel sincs ilyen, az az izgalom, láttad? Hadd szaladjak ki, hadd szaladjál! Most lenne tökös belerohanni, mert most ott állnak a kapu előtt, ugye, és viszonylag szűk a képkivágás, tehát itt beintegetni, na az a nagyon jó. De ez, ehhez puha. Mert ez az igazi bátorság. Ja, most az operatőr elég. Most lefordult a kamera a kapuról, és most tudna beleszaladni, mert hogy a többi kaput mutatják, de most visszafordult. Vagy ha oda menne, és megpróbálná beszkennelni a vénáját. Igen, és valaki nyilatkozik a TV2 riporterének a vénaszkennerről, bedugja a kezét. Mi vicces lenne, most valami bekapná a kezét, és elkezdeni rángatni. A Lacit már láttam egy tükröződésből. Ott volt a Jani egy tükröződésben. Csak nem mer oda menni. Jó lenne. Na, de ezt megvárjuk. Mutatták a vénaszkennert közelről, és fekete a széle a vénaszkennernek, és a tükröződésből látszott a Jani, hogy ott áll. Várjál. Ugye sokan félnek attól, hogy eltárolják ezeket a bizonyos... Figyelj, lefordult a kamera. Visszatudnak-e élni? Akár, vagy vissza lehet-e fejteni ezeket az adatokat, és az ott esetben vissza lehet-e ezzel élni? Maguk a biometrikus ablak nem visszafejthetőek. Igen, itt nyilatkoznak. Nem lesz ideje beszaladni. Az előbb kellett volna, amikor nagyot mutatta. Nem, az a baj, hogy a nagy totálnál kellett volna berolni, a szűknél már nem tudod a szaladni. Jönnek már visszafele? Nem, szerintem még próbálkozik. Nem, akkor még ha lesz egy visszakonfia be a stúdióba, átadja a szót. Na most szaladj be, Jani, most nagy képkivágás van, most beférnél. Ott, menj, állj, be kéne állni a sorba. Lehet, hogy a riporter belefordul még a kamerába, és mondja, hogy hát itt Fradi pálya, amit a szó a stúdiói, köszönjük szépen, ott még akkor látszódhat a Jani. Most miért nem megy oda az egyik szkennerhez? Jani! Nagy volt a szája. Hogy tudnak ennyit beszélni erről? Na várjál, jó? Áll a csávó egy öltönybe a kapuba. Szerintem ő már egyébként a szemes sarkából most, látja. Várjál, ne. Látja, hogy ott a Jani? Aha. A riport alany már látja. És lehet, hogy visszafordul a kamera, és addig a két rendőr már letepert a Jani, tudod? Nem csodálkoznék. Szerintem már jönnek vissza. Aha. Na miért szója látod, jó? Addig mondok közlekedési híreket. Az M0-as jól járható, és szeretem a krumplis tésztát. Ezt Pali küldte nekünk. Ez mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Igen, na most távolít a kamera közben, most tudna belesétálni, most egy nagyon nagy totál van, ide beférne. Ott van! Ennyire hülye! Jaj, bocsánat! Gyerekek, bejött a Jani, és ugye a dupla öröm jelet bemutatta.
Vele szaladt. Ott volt. Ott volt, elkezdett távolodni a kamera a beléptető rendszertől, és egy ilyen nagyobb totálba jönni belemetbe, föltette mind a két hüvelykujját, mondhatott egy oké élet, és kiszaladt a képből. Fé, szerintem a Laci megdumált az operatőrrel, hogy jöjjön ki ilyen, vagy hátra húzta. Ilyen kis öröm elég az embernek, mi? Te, figyelj, ezek a legjobbak. Ezek a legjobbak. M3-as jó, tiszta, nincs fennakadás. Azt mondja, nem ég egy kocsi sem, nem ragadtunk az alagútba, van áram, nincs ebola, a Dózsa-György úton nincs ülőhely, ezért állok állva. Aha. Ott voltál, ott voltál. Vátor vagy. Szerepeltem a TV2-n. Nagyon jó. Ez nem szerződés szegény. De, ezt akartam mondani, hogy ezért viszont az RTL letilt. Ha visszakapcsolnak, Zsuzsi, azok megkérdezik, hogy reagál, vagy meghallgatjuk, hogy reagál-e rá. Az lenne, és hát ott átszaladt egy fiatal ember, tudjuk, hogy ki volt. Nagy kétszer látszottam, mert először a szkennernek az oldala ilyen fekete, és ott látszottál tükröződésben, de azt nyilván csak... Vártunk türelmesen a pillanatra, nagyon közel álltak a beengedő rendszerhez. Menjük. Az egyik technikus srác kis szúrt. Igen. Hallgattuk. És mi integetett, hogy ne. Nem, reklámra mentek el. Hanzba. Most megtárgyalják. Átbeszéljük, ki volt az az ember, aki beszólt. Drukoltam neked, mert ugye mondtam, hogy nagy totál, most kéne bemenned, és abban a pillanatban meg is jelentél. Azt hittem, hogy a nagyon szűkbe belemászol, de az már nagy bátorság. A szegény technikus hát nem tudott szólni, tehát nem tudott jelezni a riporternek, hogy a kollégájának, hogy a hátul állt valami vevőrendszerrel, és nagyon vigyorogtunk ott a Lacival, szerintem már sejtette, hogy valami lesz. És nem próbált megakadályozni testével megvédeni a riportot. Nagyon jól néztél ki. Ott a Jani, de bolond, imádom, írja valaki. Ilyen láttak téged. Nagyon jó. Életemben először szerepeltem a TV2-től. Milyen érzés? Hihetetlen. Minden csatornát megjártam már jó formán. Döbbened. De kár, hogy nem együtt mentünk, én lassú voltam. Meg is vagyunk. Átszalad a TV2-től. Basszus, tényleg. Az lett volna kevés. Mire kapcsoltam, már kirohantál. Az mekkora lett volna. Kéz a kézbe átszaladunk. Mi lehet? Gondolt szól. Szerződés szegény szerepet. Vagy kánkánozunk. Basszus. Az a baj, nem kapcsoltam. Erő még a kávémat is, hogy mire fölálltam volna, te már kim voltál. Az a baj, hogy annyira óvis vagyok, hogy ahogy megláttam a stábot rögtön, hogy nekem ott állja. És már ugye rohantam kifelé. Igen. Na jó, ez is megvan. Persze, tegyük ki, hogy ne. Megvan a kép, megvan. Figyelj. Ezt beleírhatom egyébként majd a szakmai életrajzomba? Persze. Mindenképpen, amikor lölt a szakmai életrajzomba, ez az RTL, ennyi Z+, ennyi HBO, ennyi TV2 10 másodperc. TV2 Mokka 6 másodperc. De így őt nem kell beírni. Tudod, úgy szokták csak, hogy évtől évig, tehát ő beírhatja, hogy TV2 Mokka 2014. 2014, TV2 Mokka, ennyi. És volt egyébként hallgatók, aki már ott állt. Aki hallotta. Hallottam valószínűleg a rádióban, hogy kirohaltam, és már ott állt. Nézte, és nagyon vigyorgott. Kicsit bánt, hogy te is egyébként az Ördög Nyóri nyomdokaiba léptél, tehát, hogy ilyen teljesen váratlan. És nem beszéltem a Kolóval előtte. Nem szóltál a Kolosinak az RTL-nek, és csak így átigazoltál, azért ez kicsit bánt. Basszus, egyébként azt tudod, hogy ez már ugye a második alkalom, amikor elhasztottad a lehetőséget. Mi volt az első? Amikor a Ferivel csináltak itt élőben interjút, akkor nagyon terveztük, csak akkor voltatunk, hogy nem tudtunk bemenni. Akkor nagyon terveztük, hogy bemegyünk, hogy beintegetünk, hogy akkor meglegyen valami. Mert ugye ez egy élő kapcsolás volt, kikapcsoltak ide, nem is tudom hova, a reggelből? Igen. A Mokkából. Basszus. Terveztük, hogy beintegetünk mögé. Miért nem csináltuk ezt? Ott egyszerűen az volt, meg egyszerűen nem lehetett bemenni, így tornyosult az egész táv az ajtóba. Tehát, hogy félelőgösen is kamera el balra, riporter jobbra. Igen, az de nagy lett volna. Ferisszel kicsúszik egy csúnya szó. És tudod, ott nem is nagyon tudnak mit csinálni. Tehát ott élő adásban vagy, műholdas kapcsolás, a Klassz FM. Ugye? Egyébként mit csinálna az oper? Szólnak neki, hogy nem utasd. Nem tud semmit csinálni, tehát most teljesen passz helyzetben voltak. Persze, de ha beintegetünk például a Ferihez, ott szóltak, hogy nem utasd, nem, miért? Figyelj, hát ott nem a világ legalapó poénja, valljuk be őszintén, ahol stábban ott mindig megjönnek egy-két hazaintegető. Igen, Jani, 11-re gyere az irodámba, Kolosi. Jani, ebből a szögből egész helyes voltál. Na, igen, nagyon szépen köszönöm.
Kéz a kézben mesztelenül kellett volna, ez kis tarpas érte nekünk, igen. Péter, mindenképpen ott leszek, de én azt gondolom, hogy van az az összeg, amivel hűséges maradok a csatornához szerintem. Igen, csak ne pereljetek. Jani, minden csatornát megjártál? Private Gold-dal mi van? Csak ezért kapcsoltam be a TV2-t. Puszi, a logójuk beleégett az LCD-nkbe. Na, meg is vagyunk, jó van. Na, jó van. És még csak 7:30 lesz 5 perc múlva. És már voltál, már voltál a TV2-t. Az egyik kedves hallgatónk, Henrik írt egy nagyon-nagyon jó gondolatot, ami szerintem tényleg egy magas labdával kiadott zicser. Én nem kiabáltam el magam, hogy csak a Kispest. Azért az még... Azért az még jó lett volna. Ez olyan, mintha én Újpesten pályára lépnék, aláírás Lipcsei Peti. A TV2 legnézettebb online anyaga született ma meg. Az biztos, hogy erre rákeresnek. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.